Sziasztok, üdvözletem innen a Népliget és az Ecsedi út körülé. Közön kb. Félúton vagyok. Itt a vasúti felüljárónál kicsit arrébb megyek, mert nagy a forgalom zaja. Sőt, felmegyek ide. Kedvenc, itt vagyunk a vasútnál. Ez a köki és a keleti fele vezető vágányok vannak innen a Fradiból. És ami miatt érdekes, hogy ide terveznek meg állóhelyet. De hát erről már többen is beszéltek videóban, és van, de valahol itt lesz a peron, az egyik, a túloldat a másik oldalt, és hát nyilván a átszállás, a villamosa meg a metróra, hát látok, azért nincsen közel, de azért nem egy leküzdhetetlen távolság ez. Tehát szerintem mozgójárdával megoldható az, plusz a most épül át, hogy az Ecsedi úti vége ugye megálló a metrónál, és hát megoldható szerintem, hogy peronnak a másik végébe építik a liftet, és akkor lesz egy közelebbi kiállat is. Ami egyébként a villamos átszállásnak is jót tenne. De hát meglátjuk. De a dal miatt ide jöttem, az a túloldalt van. Majd át fogok menni, nyilván nem a vágányokon keresztül, hanem ott az aluljárón. Az a Népligeti próbafája. Most ezt fogom majd bejárni, már amennyire lehet. De látom, ott már ráépült egy épület, plusz el van kerítve, de egyébként itt a vasúti töltésnek a tövébe ment. És egészen majdnem a Fradiig elment, de a térkép is már csak eddig jelöli. De már eddig sincsen meg. A Vajda Péter utcán még van némi nyomvonal, ott ahol keresztezte a Vajda Pétert, ott egy-két sínszám megvan, de ennyi körülbelül. És ennek a vágánynak az a érdekessége, hogy hát azért különleges, mert azért több nyomtávú. Ezt a gazdját használta a próbapályának. Különböző nyomtávú szerelvényeket tudta itt lepróbázni, tehát a keskeny nyomtávtól a szélesig itt minden meg volt, és közben jön egy fölött. Sőt, a túloldalt jön még egy fölött, de azt már fogom megvárni. Úgyhogy lemászok, és akkor amennyire lehetséges, próbálom követni a nyomvonalat. Valahol itt az épület helyén, vagy mögött volt a próbavágány. Hát nem tudom, mennyire lehet követni, megpróbálom, itt elmegyek mellette. Esetleg még töltési nyomokat lehet, hogy fogok találni. Hát mindegy, megpróbáljuk, megyek ameddig tudok. Ezt nézzétek, még mindig itt vagyunk mellette, de nem lehet közelebb menni sokkal jobban a volt töltéshez, mert itt el van kerítve. Itt van a villanyvezeték, meg itt van egy nagy villanypózna. Hát talán. Ja, de ez a 120 kV-os körgyűrű, igen. Ez egyik ága megy a Rákospatak mellett is. De itt ebbe a gazba se tudok jobban közelebb menni hozzá. Pedig itt az elkerített részhelyén volt ott a vasúti töltésnek a tövébe. Még lehet, hogy ott kellett volna menni a töltésnél, csak hát ott meg azért macerásabb. Na, azt nézzétek, itt is el van most már kerítve. És egyébként itt, mondom, itt a töltés aljába ment a régi próbavágány. És úgy látom, hogy itt messzebb se lehet jobban közelebb kerülni hozzá, itt is. És közben jön egy tehervonat a vasúton. ÖBB és Taurus és konténerek. Hát itt van egy másik kerítés is mellette, úgyhogy ez esélytelen. És úgy látom, ez a zöld is, ez az újonnan épült kerítés is elég hosszan elnyúlik, úgyhogy megyek mellette az úton, aztán meglátjuk, hogy hol lehet majd közelebb menni, mert amikor próbálják egy bulcsi is meg semmi, de egyébként itt jött. A töltés tövébe ment egészen végig. És még valamikor még ott a Ecsedi útnál is túl, és vagy hát az Üllőjén, ahol a Népliget meg az Ecsedi között még ott az úton is átment, és elment még a Fradi fele is. Hát ez már csak a múlt, hát itt ezen az ösvényen lehetett bejönni. Egyébként nincs is senki. Odafele viszont szerintem van egy csöves tanya, azt azért is kerültem el. Hát mindegy, menjünk tovább. Aztán majd ezt a komplexumot megkerülve, egyébként itt egy kutyaiskola van, legalábbis a térkép szerint. Aztán meg ilyen különböző foci meg teniszpályák. Úgyhogy talán még a mögött be lehet jönni. Majd megnézzük. Azt látjátok, itt van Strázsa, tehát a kutyaiskola. Úgyhogy nem hazudott a térkép. De kutyák nincsenek. Legalábbis most. Hát nyilván ez is a vírus miatt gondolom, hogy itt is bezártak. Úgyhogy menjünk is tovább. Hát itt az egészet meg kell kerülni, itt ameddig a kerítés van, és akkor utána talán
valahogy rá tudok fordulni a próbavágányra. Egyébként használni talán az 50-es években használták, vagy nem tudom pontosan meddig, de talán 1995 környékén még megvolt az egy részek, után később kezdték el felszedni. A maradékát akkor ilyen 2000 körül, mikor a Vajdapécer utcában megszűnt a villamos közlekedés, meg az egyes villamost akkor itt eljutott a Népligetig. Ugye a Népligettől egészen ki, ahol a mostani Lurdi ház van, meg a Praktiker, ott a Mester utca, Könyves Kálmán kereszteződésig, addig is megvolt a villamos, a 23-as. Az csak az a Golgota utcán, meg a Veres Péter utcán ment, és úgy fordult el a Népligetre, plusz volt egy vágányú szakasz is a Népligetnél. És amikor 2000-ben sikerült az MTK stadiontól Néplégetig kiépíteni a villamospályát, akkor szűnt meg. És hát akkor szedték fel a próbapályának is a maradványait. Addig úgy tudom, hogy megvolt, de hát erről mondjuk nem találtam se fényképet, se videót, se eddig mást. Hát, itt is valami építkezés van. Na, látjátok, itt van még egy sporttelep. Ez van még itt útban, és ennek a helyén is ment a próbavágány, illetve ott a sarkán volt egy szakasz, térkép szerint, ami már a telep területén volt. Hát ez nem tudom, mikor épületett ide, de valószínűleg azt a szakaszát a vágánynak akkor szedték fel, amikor ennek útba volt. De bemenni nem lehet, és hát meg ha be is tudnék, akkor sem lenne sok értelme, mert a túloldalt is kerítés van, tehát szintén nem látnánk se a töltésből semmit, ha egyáltalán még megvan. Hát a vágányból meg pláne nem, mert az meg már nincsen, úgyhogy megpróbálom itt ezt kikerülni, és akkor majd ott a Vajda Péter út mellett ott már lehet látni, ott már vannak, ott vannak nyomai a vágánynak. Na, ezt nézzétek, hát itt sem lehet bemenni. Rából csak a vasúti töltésen lehet, de azért ott is gaz van. Meg az ott veszélyes, mert itt ez egy forgalmas vasútvonal, és sűrű járnak a vonatok, itt nem kockáztatnám meg. És igazából értelmes lenne, mert úgy sincsen vágány, de úgy arról jöttek, és akkor itt volt benne egy ív, és szerintem itt még a kerítés területén belül ment, itt valahol, meg kicsit közelebb megyek, akkor megpróbálom kideríteni, hogy hol lehetett. És egyébként az is ki van írva, hogy kamerával rőzött terület, hát ez nem tudom mennyire valós, vagy mennyire nem. Ugye ezen a gaztengeren már mit kéne őrizni, de ugye valahogy arra feleltett ott a focipályának a szélén egy ilyen ível fordult rá, és akkor itt a Vajda Péter utca mellett ment. Hát arrafele még, lefele még vannak töltésnyomok, hogy a Könyves Kálmán körútig. Egy-két helyen még lehet töltésnyomokat találni, hát végig sétálok rajta, megnézem, hogy ezek meg vannak-e még. Néhány évvel ezelőtt még itt ezeket megtaláltam. Próbálom mutatni, hogy itt jöttünk a vasúti töltés mellett, és akkor itt onnan volt egy. Szóval nem is a focipályát, mert ez maga itt van, csak a területet csíti meg, és valószínűleg akkor itt a kerítés mellett, mögött, bár ez nem teljesen pontos, lehet, hogy egyébként itt ment, ahol most sétálok. De itt, vagy pedig ott, itt beljebb egy picivel, de itt volt az, ahol egy ívben ráfordult itt a Vajda Péterre, és itt mentünk tovább. És egyébként mutatja a térkép is, hogy itt már egyenesen ment egész sokáig, és egy helyen majd még átmegy a túloldalra, itt a Vajda Péter utcán ott van egy keresztezés, és ott. Az már a 23-as villamos, az más, a próbapálya az ez, amelyik itt ívben elfordul. Azt is fogom majd követni. Ez lehet, hogy egyébként a vasúti töltés volt, bár én nem hiszem, hogy ez az lett volna, mert nem magyaráznám meg, hogy ez a ház ez mit keres itt. De valahol itt ment, az is biztos, de szerintem ez nem az volt. De hát szépen haladunk tovább, és akkor majd itt egyenesen kiment a Vajda Péter mellé. Hát majd akkor már mint nyomon követni lett. Látok, nekem ez gyanús itt az aszfaltban, ez mint hogyha ezt később tették volna ide, tehát szerintem itt ment egyenesen. És akkor valószínűleg itt. Hát a kerítés az benne volt az őszelvényben, vagyis hát most benne lenne. De akkor itt ment tovább, és akkor utána ott ilyen ívvel fordult a töltés mellé. De akkor szerintem ez lesz az. Na itt egy másik érdekesség, amit nem tudok hova tenni, ez egy házszáma semmibe.
látjuk, hogy Vajda Péter utca 5, de ugye itt nincsen ház, tehát, de valamiért itt egy házszámtábla. Tehát itt van egy, lehet, hogy hűlt helye volt itt egy háznak, és akkor annak hagyták itt, de egyébként maga a vágány az itt ment. Úgyhogy haladunk. Innen nyílegyenesen majdnem a Könyves Kálmán körútig, és a Könyves Kálmán körút előtt nem sokkal ment át az út túloldalára. Itt pedig egy 120 kV-os alállomás van. Egyébként úgy tudom, hogy volt a próbapályának akkoriban egy külön elektromos alállomása, amely csak azt táplálta, mert egy időben villamosított is volt. Ugye még az első gazmetrókat is itt tesztelték. Az 50-es években két metrókocsit készítettek el, prototípusként a gaznál, amiben végül nem lett semmi. Szét is darabolták őket, nem maradt fönt egyik se, de azt is ezen a próbapályán tesztelték, és a pályás, na nézzétek csak! Ez szerintem ágyazatkő maradvány, hát ez ilyen tipikus vasúti bazaltkövek. Tehát szerintem ennyi megmaradt belőle. De itt ment végig, tehát, mondom, több sínszál volt itt, mert ugye a széles nyomtáv is kellett, a normál nyomtáv, a ezeres nyomtáv is volt, 760-as is, 600-as is, meg hát nem tudom még pontosan mennyi, de több nyomtáv is volt a próbapályán, és itt ment egyenesen végig, hát ez most már biztos. Csak egy kis visszatekintés, erről jöttünk, és pont itt sétálok a próbapályának a helyén. Itt, ha megnézitek, akkor talán így még látszik, hogy kicsit magasabban van itt a talajszín, mint egyébként, tehát szerintem ennyi maradt a töltésből. És tényleg itt ment a vágány, és akkor mindjárt mutatok még valamit. Tehát szerintem itt is azért másabb itt az aszfalt színe, felfele, mert ez volt az űrszelvény. Gyakorlatilag ezt később, amikor felszedték, akkor aszfaltoztak le. És akkor ez azért lett egy kicsit másabb. Hát itt már más nyoma nincsen. Egy-két bazalt követ még lehet egyébként itt találni. Tehát mennyi maradt belőle. És majd ott a parkoló előtt fog majd elágazni. Azt majd figyelni is fogom, hogy pontosan hol, mert ott még vannak vágány maradványok. Itt volt az a szakasz, ahol ívben kezdett ráfordulni az út, látjátok a tájazatban itt meg is vannak a maradványok, és ott a távolban pedig van egy sínszál is, mindjárt közelebb megyek. Ott látjátok, ennyi maradt meg a vágányból. És nem csak ennyi sínszál volt, valószínűleg volt itt több is, csak ennyi maradt meg. Hát itt ugye ráaszfaltoztak, de itt már nem túl jó minőségű az aszfalt, látjátok itt is van. Itt van még egy sínszál, tehát így jött azért, itt elég sok volt egymás mellett, ugye a próbapálya. Tehát több nyomtávnak is kellett biztosítani a helyet. És itt látszik ott az útból is, ott annyira, hogy milyen ívben jött át, és hogy. És látjátok ott is. Az aszfaltból ott kilátszik a sínszál. Ennyi. De ott is ott van. És akkor most, ameddig nem jön senki, át is megyek a túloldalra. És akkor átjöttünk a túloldalra. Ugye itt is még azért látszik a régi vágány nyoma. Itt több is megvan belőle, ugye még egy sínszál, még egy, és egy kötök, hogy elég sűrűn vannak egymás mellett. Nem véletlenül. És itt ment tovább egyébként, itt ívben. És ott szembe ment be, ott az akkor még a ganszhoz tartozott az a telep is. És oda. Tehát akkor a vonal az így jött, és Könyves Kálmán között itt egy ívben keresztezte, és valószínűleg ott abban az épületben ott szembe ott ment be, és az volt a vége. Vagy hát ugye nyilván a ganzgyárnak belső vasúti hálózata is volt, sőt biztos, hogy volt, és egy része még most is megvan, tehát a régi ganztelepenyén elsínszálakat találni, a Golgota utcánál is, ott a kínai piacnál is van, tehát még hogy ott beljebb mennék, szerintem biztos, hogy találnék még többet is. És hát ugye innen, tehát innen meg ugye ívben ráfordult, itt hogy átjött a Vajda Péteren, és így jött tovább. És hát akkor gyakorlatilag ennyi lett volna ez a vonalbejárás. Ez csak egy rövid vonalbejáró videó volt, tehát köszi, hogy megnéztétek, aztán majd találkozunk legközelebb, most van egy másik ötletem is, szintén vonalbejárásra. Hogyha megcsinálom, akkor a szavadat fogjátok látni, mint ezt a videót, mert az élőbe fog akkor menni.
Úgyhogy akkor az ennyi volt, akkor elindulok hazafelé, aztán majd meglátjuk, hogy lesz a rá idő, vagy nem. Hát addig is akkor köszi, hogy megnéztétek, és sziasztok!